A monetáris tanács szűk többséggel döntött az újabb 25 bázispontos csökkentésről, mondta Simor András a kamat döntés után. A jegybank elnök szerint az inflációra rövid távon kedvezően hatnak a kormányzati intézkedések, azonban középtávon inflációs nyomást jelenthetnek. Valószínűleg ismét a külső tagok szavazták le az MNB vezetését, így csökkenhetett az alapkamat 5,5%-ra. Simor András szerint idén és jövőre is csak mérsékelt ütemben növekedhet a GDP, a munkanélküliség tartósan 10% felett maradhat, ami az MNB szerint laza munkaerőpiacot jelent. Németh Dávid a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Mi az, hogy a forintot, illetve a piac már előre beáraszta a mai kamat döntést? Tehát a piac már tudta, amit még mondjuk Simor András se tudott, maximum sejtheted, hogy ma kamatvágás lesz, és ezt már előre beáraszt, tehát ezért gyengült a forint, és akkor most már, ma már nem gyengült tovább? Tehát ezt így kell értenünk? Nem ezt külön kell választani. Egyrészt van egy olyan folyamat, amit az elmúlt hónapok jegybanki kommunikációjából és döntéseiből le lehetett vonni. Ez pedig az, hogy elindult egy kamatcsökkentési ciklus, ami az alapján folytatódik, hogy milyenek a gazdaságban az inflációs kilátások, amik nem romlottak az elmúlt időszakban, milyen a növekedési kilátás, ami nem igazán javult az elmúlt időszakban, illetve milyen Magyarországnak a kockázati megítélése, azaz mekkora plusz költséget kell fizetni az államnak azért, hogy folyamatosan finanszírozza magát a piacra. Ez sem javult. Ez nem javult valóban. És ilyen vonatkozásában a forint az viszont elkezdett gyengülni, ami némiképp viszont rontotta Magyarország megítélését, hiszen a deviza adósságon keresztül mégiscsak nőnek így a terhei az országnak. És ha ezeket összegyúrtuk, akkor összességében azt lehetett látni, hogy főleg kamatcsökkentés az, ami megvalósulhat a mostani ülésen is. A szűk többség, a négy fő amellett fogja letenni a voksát, hogy 25 bázisponttal folytatja ezt a kamatcsökkentési ciklust. A forint gyengülési oldal, itt igazándiból ez az érdekes része a kérdésnek, hogy vajon miért gyengült a forint, és a kötvényhozamok piacán például miért nem lehetett megtapasztalni ezt a jelentős hozamemelkedést, mint például ami megtörtént 2011 végén, 2012 elején. És hogyha ezt levezetjük, akkor elsősorban azt lehetett látni, hogy egy nagyon nagy bizonytalanság alakult ki a jegybank elnökváltás témakör körül, hogy pontosan milyen új monetáris politikát, milyen új eszköztárat fog behozni majd a jegybank elnök, mik lesznek azok az intézkedések, hát, amiket... Ki lesz a jegybank elnök? Nyilván, de ez csak egy személykérdés. Nem feltétlen. Függ össze ez a kettő. Ugye itt az is egy kérdés, hogy mennyire lesz független a jegybank elnök személye, és mennyire lesz politikailag bevonva, tehát mennyire lesz közeli a kormánypárthoz. És amennyiben kormánypárt közeli, akkor azok a félelmek erősödnek föl, hogy amit a fiskális politikában láthattunk, nem mindig megszokott eszköz, ez átültetődik a monetáris politikába is, és ezáltal egy lazítás lesz. Mit mondanak önök elemzők, hogyha, ez most már napokon belül kiderül, hogyha Matolcsi György lesz a Nemzeti Bank elnöke, akkor mekkora lesz az euróforint árfolyam? Hát ezt nem nagyon számszerűsítjük, hogy mekkora lesz akkor az árfolyam, igazándiból nem tudjuk. Szerintem biztos számszerűsítették, maximum nem meri elmondani. Vannak ilyen várakozások, hogyha ő lenne a jegybank elnök, és bejelentene ilyen intézkedéseket, akkor valószínűleg 300 forint fölé emelkedne az euró árfolyama, hogy ez 310-20, ezt nem lehet tudni, hogy mi lenne az a tető, ahol megállna, de valóban van egy ilyen vélekedés, hogy akkor valószínűleg például a jegybank el tudna kezdeni vásárolni kötvényeket a másodlagos piacon, és egy ilyen monetáris lazítás, ami egyébként megfigyelhető Amerikában vagy az Európai Központi Bank részéről, az Magyarországon is tért hódítana. És ezek a félelmek, ezek egy gyengülő árfolyamban jelentkeznének meg. Tehát itt gyakorlatilag most a személy és a személyhez köthető eszköztár, tehát hogy mit akar, milyen politikát képviselni és megvalósítani, azt tartja bizonytalanságban a piacot, vagy azért magas, tehát azért gyengelkedik a forint. Hát, igazán ezért ez gyengelkedett, és az az érdekesség, hogy utána megszületett a kamat döntés, és néhány perccel később, amikor a jegybanki jelentés, kommunikáció szintén kiderült, hogy a monetáris tanácsnak mind a 7 tagja
egyetért azzal, hogy nem jó ilyen eszközöket bevetni, akkor viszont erősödni kezdett az árfolyam. Mert az már az eszközrendszer volt, tehát akárki is lesz mondjuk a jegybank elnök, a monetáris tanácsot feltételezzük, hogy marad. De hát így van, tehát a monetáris tanácsban 4 tag az maradni fog, és csak 3 cserélődik le, és a 4 tag amellett tette le a voksát, hogy a jelenlegi eszközök, amit már az elmúlt években bevetett a jegybank annak érdekében, hogy érinkítse a gazdaság növekedését, azok elegendőek, és ez pont kihúzta azt a méregfogat, ami miatt előtte pedig gyengült az árfolyam. Az, hogy most ez pontosan így fog-e megvalósulni, vagy nem, ezt nyilván addig nem tudjuk megítélni, míg nem tudjuk ki az új jegybank elnök személye, és hogy ő valóban egy váltást fog-e behozni a monetáris politikába, vagy nem. A gazdaságpolitikát illetően így, hogy most már tudjuk az IMF véleményét az elmúlt évünkről, az EU véleményét az elmúlt évünkről, nagyon sok elemző azt fogalmazta meg, hogy itt bizony, ha meg akarunk felelni az elvárásnak, és mondjuk 3% alatti hiányt akarunk, hogy ne essünk el kohéziós pénzektől, akkor itt újabb megszorításokat kell életbe léptetni. Erre vannak jelek, például a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette az ő értékelését erről a Nemzetközi Valuta Alap jelentésre, és ő üdvözítette azt, hogy elismerte a Nemzetközi Valuta Alap az eddig intézkedéseket, és hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a 3% mellett. Ebben burkoltan benne van, hogy valóban a következő 1-2 hónapban várhatóan újabb intézkedéscsomag kerülhet elfogadásra, amennyiben a gazdasági növekedés nem az ő előrejelzésüknek megfelelően alakul, a bevételek elmaradnak a várakozástól, akkor a áprilisi konvergencia programban, amit minden évben Magyarországnak le kell tenni Brüsszel előtt, abban például egy új költségvetési kiigazítási pályát megjelölhetnek annak érdekében, hogy tartani tudjuk a 3%-os hiánycélt. Hát április is ripsz-ropsz itt lesz, ha már az előző beszélgetést is így fejeztem, meg köszönöm szépen, hogy itt volt.